Nyíregyházán a Városházán tartották annak a konferenciának a megnyitóját, amelynek célja, hogy a határon átnyúló kapcsolatok ápolásához keressenek partnereket a magyar nyelvű iskolák. A projekthez a tervek szerint Európai Uniós forrásból, a februárban induló román-magyar programból szereznek közös fejlesztési forrást a felek. Szatmárnémetiből, Romániából 33 tanár és tankerületi igazgató érkezett ide. Itt már a nagy teremben gyülekeznek a miénk Nyíregyháza megyei városában lévő iskoláknak a igazgató asszonyai és urai, akik arról fognak itt konferenciázni majd a Vikár általános iskolában, hogy hogyan tudnak közös pályázatokat benyújtani az anyanyelvi oktatás területén. Ez nagyon fontos a számunkra, ráadásul, mivel határon át nyúló projektről van szó, és az ottani magyar anyanyelvi oktatást kívánja támogatni. Ezért Nyíregyháza városa úgy döntött, hogy ha háttérben maradva is, de helyet ad ennek a rendezvénynek, mert ez a magyar nyelvnek a fenntartása, a magyar nyelvnek az ápolása miatt ez egy fontos prioritás. A konferencia kiemelt célja, hogy a már meglévő intézményi kapcsolatok mellett újak is kialakulhassanak, hangzott el a megnyitó ünnepségen. Nekünk, a Szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Főgimnáziumnak és a Nyíregyházi Kölcsey Gimnáziumnak 20 éves múltra visszatekintő nagyon-nagyon jó testvériskolai kapcsolatunk van, és nagyon sok előnyét élvezzük ennek mindkét részről, és szeretnénk ezt a testvériskolai kapcsolatot megyei szintre emelni. Szeretnénk, ha más iskolák is megtapasztalnák azt, hogy ennek milyen sok pozitív oldala lehet. Ráadásul indulnak azok az Európai Uniós projektek, amelyeknek kapcsán konkrét együttműködési formát nyerhetnek ezek a kapcsolatok. Az intézmények tervei között szerepel olyan pályázati források keresése, amelyek az infrastruktúra fejlesztéséhez, valamint szakmai találkozók és közös kulturális programok rendezéséhez nyújtanak anyagi forrást.